A multidimenzionális ember. Tudatosságunk határainak kiterjesztése. Energiaérzékelés. Spirituális képességeink fejlesztése. A kvantumfizikán innen és túl. Online kurzus. Boldog napot! Szeretettel köszöntelek benneteket, és téged is, kedves Jusszus! Szia, Gyuri! Sziasztok! 2023 áprilisához érkeztünk, immáron a negyedik hónaphoz, amely milyennek ígérkezik? Közepesnek. Közepesnek? Mm-hmm. Eseménydús lesz? Szerintem annyira nem, de több pozitívuma van szerintem. Jó, kérlek, avasd be akkor, hogy mi fog történni. Oké, először megnézzük a mozgásokat. A nap az ugye a kosban kezd, aztán majd április 20-tól átmegy a pikába. A Merkur az a kosban kezd, és aztán április 3-tól átmegy a pikába. És majd a hónap második felétől retrográd is lesz, erről majd beszélünk. A Vénusz a bikában kezd, aztán átmegy április 11-én az ikrekbe. A Mars már marad végig a rákban, és minden más is marad, szóval a többiről nem érdemes szót ejteni. Nem lesz nagyon sok jegyváltás. Ugye, amikor sokkal több a jegyváltás, akkor sokkal több az esemény is általában. Akkor nap Merkur Vénusz bikában fog izegni mozogni. Így van. A Vénusz az már ugye a hó közepétől az ikrekbe, úgyhogy, de az nem is baj, mert ellensúlyozza a túl sok bikát. Úgyhogy rögtön április elsején kezdünk egy olyannal, de ez csak egy ilyen, megint csak egy apróság, hogy a Vénusz és az Uránusz együtt fog állni a bikában. Ez egy olyan hirtelen érzelmi löketet, töltetet, valamit adhat. Ez pozitívumot? Abszolút. Meglepőt, hogy most ez jó vagy rossz értelemben, igen. De ez csak egy nap, hogy felvillanyozódunk érzelmileg, tehát így indul az április, ez egy apró dolog. És április első hetében a Szaturnusz és a Mars trigonban lesz egymással, ez egy nagyon jó kis fényszög, mert ugye a Marsot, ugye a lendületet, a cselekedetet kitartással ötvözi. Tehát hogyha olyan dolgokat tervezünk, amit szeretnénk hosszú távon csinálni, vagy új ötleteink vannak, vagy valamiben kitartóan kellene részt vennünk, akkor ez az április eleje, első időszak, első hete, ez nagyon pozitív erre. Mondjuk azt azért, hogy az sem mindegy nyilván, hogy hol van, mert a Szaturnusz a halakban, a Mars a rákban, tehát szerintem a Mars a rákban az alapvetően mindig egy ilyen érzelmi mozgatórugó. Tehát abban tudunk nagyot lépni, vagy nagyot előre haladni, vagy kitartóak lenni, amihez érzelmileg tudunk kötődni, mert ez a halak meg a rák mind a kettő egy érzelmi. Úgyhogy érzelmekben nem lesz hiány, tehát hogyha valamit úgy, mit tudom, hogy van valami nagy célunk, vagy tervünk, és úgy érzelmileg érezzük, hogy most már ezt én nagyon megcsinálnám, vagy valamit én már nagyon nem csinálok tovább és mást, és rá tudunk érzelmileg hangolódni, akkor tudunk sikeresek lenni. Szóval ez nem az, amikor agyban eldöntöm, hanem az, amikor azt érzem minden egyes porcikámmal, hogy azt a dolgot akarom, vagy nem akarom, és azért teszek valamit. Mondhatjuk azt, hogy ennek valamilyen módon köze lehet, nem feltétlenül van, a hithez. Ugye húsvét miatt is kérdezem én ezt egy kicsit. Jó kérdés, ezt most nem tudom, ezt most nem tudom, ez szerintem teljesen... Múltkori műsorban ugye ott mesélted a halak kapcsán, meg általában a halak kapcsán, ezt a, tehát a hitet is, egy kicsit ez a elrugaszkodunk a valóságtól típusú dolgot. Nem mindegy, nekem csak így nem, ott tudom bekötni neked most, ha ezt így mondod, ott tudom bekötni, hogy ez azért alapvetően szól arról, hogy mindenki egyre jobban szeretné, tehát hogy ugye beszéltük, hogy ez egy átmeneti év még nagyon sok szempontból, de hogy egyre jobban szeretnénk elindulni afelé, amit már tényleg szeretnénk az életünkben. Most ez mondjuk kötődhet mondjuk vallási szempontból, vagy az, hogy igen, én most már megtaláltam azt, vagy azt szeretném csinálni, amiben hiszek, tehát így összekötődhet, de egyébként lehetnek teljesen hétköznapi dolgok is. Úgyhogy, tehát hogy az első hét ez ilyen szempontból nagyon pozitív, és dinamikus lehet, hogyha azzá tesszük. Tehát ugye magától nem történik semmi, de hogyha beleteszünk energiát, akkor azt mondom, hogy lehet haladni, tehát az április első hetében lehet haladni. Aztán április 3-án a Merkur az át fog lépni a kosból a bikába, ami azt teszi, hogy a kommunikáció, ugye a kos az mindent nagyon csinál, aztán nem biztos, hogy befejezi. A bika az meg a lassabb, kitartóbb. Tehát a kommunikációnk is egy picit lassul, picit makacsabbak leszünk, tehát bizonyos dolgokról kevésbé leszünk meggyőzhetőek, jobban be tudunk feszülni, és alapvetően a tempónk is lassul. Tehát azért a bika Merkur az nem annyira gyors, és ugye a bikának mindig fontos a kapcsolat, a pénz, a jó érzés, a szerelem, a jó kaják, a mit tudom én, és az ilyen típusú kommunikáció is. Tehát, hogy lehet, hogy többet fogunk beszélni pénzügyekről, többet fogunk beszélni
jó ételekről, jó italakról, kapcsolatokról, bármi. Szóval. Tehát, hogy van a kommunikációnak egy ilyen része, mert a kosban ott az volt, hogy nagyon lendületesen belevágunk, de az nem jelenti azt, hogy meg is csináljuk. A bika az már olyan, hogy ha ő már valamire igent mond, azt ő már végigviszi, csak győzzük kívánni, amíg igent mond rá. Tehát ez a megfontolom azt is, hogy megfontoljam, mert hogy megfontoltam. Tehát, hogy van benne egy ilyen. Uh-huh. És plusz ugyanekkor viszont április 3-án a Merkur rögtön, ahogy átlép a bikába, egy 90 fokos fényszöget, kvadrát fényszöget alkot a Plutóval. Ez azért nem egy olyan örömteli dolog, mert a Merkur-Plutó fényszögek azok mindig valami fajta, eleve a 90 fokos fényszögek valamilyen fajta feszültséget általában hordoznak. Egyébként úgy is hívják őket, hogy a materializáció, vagy a kézzelfoghatóság fényszöge, de sokszor úgy, hogy már kivasal belőlünk valamit a sors, tehát most már meg kell azt a dolgot lépni. Uh-huh. Mert ugye a pozitív fényszögek, vagy hát ugye a 60 fokos szextil, vagy a 120 fokos trigon, ott sokszor az van, hogy lehetőségeink vannak, de ez sem jobb, ha egy képletben csak ilyeneket látunk, mert akkor úgy adódik a lehetőség, és nem biztos, hogy élek vele, vagy természetesnek veszem. És sokszor a 90 fokos fényszög, aminek van egy feszítő ereje, akkor azt érzem, hogy na most már aztán én ezt nem, vagy most már aztán én ezt igen. És alapvetően jobban haladunk sokszor az életünkbe ilyen szögekkel. De amikor a Merkur meg a Plutó találkozik, annak mindig van egy feszültsége. A Plutó az ugye mindent mélyít, mindent szélsőségessé tesz, magát a kommunikációt is. Tehát például, ha most visszaintegrálom ehhez a bika sztorihoz, akkor lehet, hogy a Merkur átlép a bikába, és akkor én csökönyösebb, feszültebb leszek, és akkor a Plutó hatására lehet, hogy vannak olyan gyökeres vagy váratlan változások, fordulatok lennének az életemben, amit mondjuk azért okoznak feszültséget, mert azt mondom, hogy uaj, csak azért se, vagy én ezt most nem csinálom. Mm. És akkor ebből lehetnek ugyan agresszív helyzetek vagy szituációk. Ez egyébként általában inkább a mundán asztrológiában, az a világ dolgaiban szokott nehézségeket hozni, most nem tudom, akár háború frontján, bárhol, tehát hogy... De ez úgy ott van mögötte, de ugyanakkor fut ez a Szaturnusz Mars is. Tehát én azt gondolom, hogy egyénileg, hogyha arra figyelünk, hogy ne feszüljünk túlzottan be, hogyha egy picit nyitottabb az álláspontunk, ha nem gondoljuk úgy, hogy csak nekünk lehet igazunk, és nem mindenre abban reagálunk, hogy falat húzunk, akkor viszont sokkal jobban tudjuk élni a Szaturnusz Marsot, és haladni azon az úton, amit szeretnénk. És akkor nem lesz annyira problémás. És akkor nem lesz. Legfeljebb lesz bennünk egy belső feszültség, de akkor azt mondom, hogy jó, akkor ezt most egy kicsit visszateszem, és majd újból higgadt fejjel megbeszéljük, vagy azt mondom, hogy igen, most átengedem magamon ezt a feszültséget, egy ilyen időszakban, majd mit tudom, jövő héten jobb lesz. Uh-huh. Tehát vagy tudatosítani. És akkor április 5-én ott a Merkur és a Mars lesz egy szextil fényszögbe, illetve a Merkur és a Szaturnusz is, és ugye még marad a Szaturnusz és a Mars, ezt most lefordítom magyarra. Tehát az a lényeg, hogy a kitartás mellé adódik egyfajta lendület, tehát mind a kommunikációban, mind a cselekedetekben nagyon pozitívan tudunk előre haladni. Tehát picit ez olyan, mintha kapnánk egy hátszelet ahhoz, hogyha meg akarunk valamit valósítani. És azt gondolom, hogy sokkal inkább erre a lóra üljünk, mint mondjuk a másikra, ami a háttérben zajlik. Az is lehet, hogy például úgy jön le, hogy a környezetünkben, vagy mondom a hírekben, vagy körülöttünk. Tehát mi köszönjük, jól vagyunk, csináljuk a dolgainkat, de magunk körül érzékelünk feszültséget, vagy a világ dolgaiban érzékelünk feszültséget. De nem kell nekünk erre ráülni. Világos. Aztán utána április, nagyjából április 9-től körülbelül 14-ig a nap és a Jupiter együtt fog állni. És ugye a nap Jupiter együttállás, ez még ugye még a kosban van. Az jó. És... igazából, amikor a Jupiter együtt áll mondjuk a nappal, azt mindig egy ilyen pozitívunként szokták, tehát pozitív időszakok, mert a Jupiter az mindent felnagyít, mindent jobban láthatóvá tesz, mindent, tehát egy ilyen olyan időszak mindig, amikor kibontakozás van, és ugye a nap az a tudatos énünk, ugye tehát sokkal jobban ki tudjuk magunkat bontakoztatni, sokkal nagyobb igényünk van arra, hogy előtérbe kerüljünk, van egyfajta optimistább hozzáállásunk a dolgokhoz. Ez április közepe? Jól nem ez április 9-től 14-ig. Próbálom, hogy összerakni nagyjából a hónapot. Igen, 9-től 14-ig körülbelül. Hát mondjuk a kosban ugye azért benne van az, hogy nagy a lendület, aztán utána nem biztos, hogy az van, ami. De amire figyelni kell, és főleg a kos miatt, hogy a kockázatvállás. Tehát amikor a Jupiter valamit fölnagyít, és a nappal van együtt, akkor gondolhatom én is túl a dolgokat, hogy esetleg több dologra vagyok képes, vagy több dolgot be tudok vállalni, vagy ez nekem mondjuk menni fog. Tehát ez a hurrá optimizmus, amire érdemes egyébként figyelni, vagy hogy ne fussak fejjel neki valaminek, mert úgy gondolom, hogy jó, és ez egyébként majd nagyon jó analógiában lesz a kínai asztrológiának a Yang tüzével, hogy ne vállaljuk túl magunkat, és ne gondoljuk túl a dolgokat, hanem azért próbáljunk az észszerűség határain
belül maradni. Aztán a következő pont, ez ugye a kettő közé esik, mert az ugye április 9-től 14-ig van ez az időszak, és akkor április 11-én pedig be fog lépni a Vénusz a bikából az ikrekbe. Ez szerintem most már azért lesz jó, mert ugye a sok bika, az mondom, az nagyon földelne, nagyon fogna, nagyon anyagiassá tenni az idő minőséget, meg az energiákat, és az ikrek Vénusz meg pont annyiban tudja ellensúlyozni, hogy az ikrek Vénusz az nem egy, hogy mondjam, az nem egy ilyen nagyon érzelgős valami. Tehát amikor ikrek Vénusz van, vagy valaki, akinek ikrek Vénusza van, az flörtölős, meg inkább az intellektus oldaláról fogja a dolgokat. Tehát ugye a közös élmények megbeszélése, az együtt töltött idő, a kalandok keresése, tehát nem az a fajta szenvedély, vagy testiség, mint mondjuk, ami például a bikát jellemzi, tehát nem a fizikai sík, vagy mondjuk a skorpiónak a szélsősége, imádlak, szeretlek, hanem az a fajta, hogy menjünk, gyerünk, lazán, kapcsolódjunk, éljük az életet, vidáman, beszéljük meg, kommunikáljunk mindenről. Kicsit az olaszok jutnak eszembe, amikor ilyen hadonászva beszélnek. Tehát egy picit az a... Tehát ez a Vénusz az ikrekben. Ez a Vénusz az ikrekben, és hogy nagyon fölértékelik a kommunikáció. Tehát ilyenkor az érzelmi kapcsolatainkban, és akkor érezzük jobban magunkat, ha megvannak a dolgok beszélve. De nem a mélységekben, mert ez nem az, hanem ez a csacsogás, ez a locsó, ez a felszínesség. Tehát amikor ez is kell, hogy persze, üljünk be, ígyunk meg egy jó kávét, beszélgessünk, mit tudom, de az túl mély témákat ne érintsük, mert most nincs kedve mit meghalni, meg újraéledni, csak olyan finoman, lágyan érezzük jól magunkat. Hát igen, ez a... Mi van a skorpióval együtt beszélgetni, tudod, és 5 perc múlva lejössz az életedről, mert biztos, hogy van valami. Tehát ezt így nem. Vagy amikor probléma van, akkor picit úgy azt érezzük magunk, hogy jó, ezt egy picit most toljuk odébb. Tehát, hogy, de ez kell, ez a könnyebbség, vagy könnyedség a bika miatt, szerintem ez egy jó dolog. És akkor április 19-20-21 nagyjából, tehát ez már ugye a hónapnak a második fele bőven, ott lesz egy nap Plutó kvadrát. Na ez lesz egy picit rázósabb része. Ez egy picit a hónapnak, mert alapvetően szerintem, hogy elég jó energetikájú hónap, és így érdekes, hogy inkább belül zajlanak ezek a dolgok, és ez a Plutó nap kvadrát, ez megint azt mutatja, hogy agresszió, szélsőségek, kihívások. Ilyenkor van, aki olyat él meg az életében például, hogy valamilyen autoritás személy akarja lenyomni, mit tudom, a főnökével vita, tehát nem fog ránk gurulni az égőház feltétlenül, szóval erre gondoljunk, csak hogy ez mindig hordoz egyfajta feszültséget. Tehát ugye szintén kvadrát, tehát 90 fokos fényszög, és de például lehet, hogyha valaki olyan alkat, hogy nem kifele dühös, mert van, aki kifele lesz dühös, tehát olyan szituációkat fog tapasztalni, hogy már megint nem megy ez az autó, nem hiszem el, itt állok a dugóban, mit tudom, a főnökön megint egy idióta, megint fölidegesített, stb. De van, akinek ez befelé. Hogy mondjuk jön valami olyan helyzet, hogy frusztrálódni fog, hogy előjönnek belőle félelmek, hogy úristen, most hogy lesz, ami egyébként is ott lenne, csak éppen most tör elő, és akkor ezeken a, tehát az elég, hogy érzelmi dolgokon át dolgoztat minket meg egy kicsit a Plutó, hogy kicsit menjünk le a mélybe, jöjjünk vissza, kinek ez kifelé agresszió, kinek befelé valamilyen frusztráltság. Tehát ezek mindig picit nehéz napok, és ezek is a világ folyásában szoktak nehezebb napokat hozni, de ugyanakkor az is érdekes, hogy itt a bikában ugye a Merkur, ahogy megy szépen előre, de már mindjárt visszafordul, nagyon-nagyon közel itt az Uránuszhoz. De éppen pont nem, tehát nem érik el az exakt együttállás, tehát nem lesz nap, vagy Uránusz-Merkur együttállás, hanem azt hiszem 2 fokra, tehát hogy nagyjából technikailag együtt áll, de mégsem, és onnan elindul visszafelé a Merkur. De mivel azért közel van, ez tud hozni például zseniális ötleteket. Tehát, hogy majd a hó végén is látjuk azt, hogy egyre inkább igényünk lesz arra, hogy újdonságok, új dolgok. Ugye ott van a háttérben ez a Vénusz is az ikrekben, ami szintén szereti a nyüzsgést, meg szereti az újdonságokat, szereti az érdekességeket. És itt is, ahogy közelít azért a Merkur meg az Uránusz egymáshoz, azért lehet, hogy általában az szokott, hogyha valakinek olyan fokszámon, ahol van az Uránusz meg a Merkur, van bolygója, és azt mondjuk érinti, ez mindig személyes dolog, akkor ő valószínűleg meg fogja érezni, mindenki nem biztos, hogy fogja érezni, majd ennek lesz egy második felvonása, amikor a Merkur eltávolodik, és amikor újra megy, és akkor összeérnek, akkor nyilván ott lesz egy erősebb esemény kiváltó hatása, de ez leginkább ilyenekben, hogy lehet egy zseniális gondolatunk, tehát érdemes ilyenekre figyelni április 20-a körül. És akkor április 20-án lép be ugye a nap a bikába, tehát akkor még egy kicsit bikásodunk, még egy picit, és ugye amikor a bika hónapot éljük, az mindig olyan érdekes, ugye mindig a tavasz, és akkor mindig akkor jobban tudunk örülni, hogy a bikához tartozik a szépség is bizonyos szempontból. Tehát ugye a szép virágoknak nyílnak a virágok, kimegyünk a természetbe,
mit elmegyünk piknikezni, és akkor eszünk egy jót ott a réten, az is olyan bika dolog, szóval mindenfajta bika időszak az mindenfajta ilyen pénzügyi, érzelmi fókuszt tud hozni, picit leföldel, picit racionalisábbá tesz, fontosak a... Tehát az élet élvezete mind anyagi, mind érzelmi szinten fontos lesz, és egy olyan kellemesen belassítja az embereket. Tehát a kos hónap után egy picit ez mindig olyan, hogy márciusban van ugye egy halak időszak, amikor egy kicsit összegezzük a telet, meg minden, akkor utána jön az áprilisban, mit tudom én, a kos, akkor gyerünk, induljunk előre, fel a feje, végre kisütött a nap, egy kicsit jobb az idő, akkor akár esztelenül megyünk, és akkor elérkezünk a bikába, akkor oké, most akkor hogy is legyen ez pontosan, egy picit pihenjünk meg ebben a dologban. Úgyhogy itt megint bejönnek a bika energiák, illetőleg a Merkur és a Mars lesz megint egy szextil fényszögben, ami a hó elején már egyszer volt, Merkur és a Mars. Ez megint csak az segíti, hogyha vannak ötleteink, gondolataink, dolgaink, a kivitelezés segíti. Tehát igazából az egész hónap nagyjából azt gondolom, hogyha valaki szeretne valamilyen irányt váltani, vagy már tudja az irányt és abba lépéseket tenni, vagy még nem tudja, de foglalkozik vele, akkor tud találni olyan irányokat, ami felé. Tehát érdemes tervezni akár a nyári, akár az őszi időszakot már most. Tehát nagyon jó időszak arra, hogy megtervezzük azt, hogy mit szeretnénk mondjuk fél éven belül, vagy éven belül látni az életünkben. És akkor április 21-től ez ugye fontos, itt lesz retrográd a Merkur, tehát itt fordul vissza a Merkur. Ez gyakorlatilag annyit jelent, mint oly sokszor beszéltük, hogy április 21 után egy picit belassulnak a dolgok, picit belassulnak az ügyintézések, a hivatalos dolgok, ami nem azt jelenti, hogy nem tudjuk elintézni, csak legyen elég időnk. Lehet, hogy kétszer kell neki futni, lehet, hogy nem fog ráérni az ügyintéző, vigyázni kell a közlekedéssel, hogy mit tudom, hogy ne karcolják meg a kocsinkat, ne legyen valami. Tehát van egyfajta szétesettség, és picit mindig ilyenkor az van, mint hogy ez a nagyjából 3 hetes időszak, mint hogyha minden csak a második vagy harmadik nekifutásra tudnánk elintézni. Elmondunk valakinek valamit, nem azt érti belőle, amit mi mondtunk, és akkor ebből lehetnek ilyen kommunikációs félreértések. Igazából ezek csak ilyen apró bosszantó dolgok, de ezek nem, tehát hogy nem annyira relevánsak. Mondjuk, hogyha építkeznék, és mondjuk időre kellene mindent csinálnom, és úgy vásárolnom, és csinálnom a dolgokat, akkor nyilván egy ember próbálóbb időszak, de amúgy csak egy kicsi gátoltságot veszünk ilyenkor mindig észre. És akkor április 23-tól pedig egy Szaturnusz napszextil, ez megint nagyon jó, mert megint kitartást ad, megint az, hogyha ha valamit csinálunk, azt tudjuk csinálni kitartóan, meg lesz hozzá a megfelelő motiváltságunk, fókuszunk, tehát nem olyan elszállt, hanem olyan célokat tudunk megoldani, amik olyan kézzelfoghatóak, szóval nem ez a holnap után én leszek Amerika First Lady-e, hanem valami olyan értelmes dolgot. Illetőleg a legvégén pedig április 27-től az Uránusz és a Mars lesz egy szextil kapcsolatban, és ez megint azt hozza be, itt megint egy picit tudok a Vénuszra, az ikrekben is utalni, hogy itt nagyon nyitottak leszünk már a hó végén az újdonságokra, az új dolgokra, az új megoldásokra, bármilyen ötletre, például most nagyon, vagy bármilyen, tehát vágyunk olyan típusú változásokra, vagy izgalmakra, ezt most jó értelembe véve, hogy unjuk a mókuskereket, szeretnénk valami más csinálni, jön valami új dolog, akkor belekezdünk, megpróbáljuk, és pont az jutott eszembe, hogy most láttam a napokban egy podcastot, és eddig nem nagyon került nekem előtérbe ez a mesterséges intelligencia dolog, és most nagyon elkezdték ezt nyomni. Tehát mondjuk világszinten el tudom képzelni, hogy ebben lesz valami áttörés, vagy újabb dolgok, amiket hoznak, vagy egyetlen, amik nyilvánosságra kerülnek, vagy számunkra is elérhetőek lesznek, de ez is egyfajta olyan izgalmas újdonság, hogyha valaki mondjuk erre vevő, vagy például szereti. Uh-huh. Úgyhogy nagyjából ez. Tehát tulajdonképpen a hó eleje nagyon jó, meg a hó vége is nagyon jó, és a hó közepétől, olyan 15, 20, 21, 2, ott van egy pici feszültség a levegőbe, de az sem biztos, hogy feltétlenül személyes szinten nekünk előjön. Tehát szerintem egy viszonylag elég kellemes hónap, és szépen folyik át egyik esemény a másikba. Nincsenek ilyen konstans, hirtelen nagy ütközőpontok. Nyilván kivéve, hogyha valakinek a személyes képletében ütközik valami, mert ugye beszéltük, hogy a Pluto átment ugye a vízöntőbe, egy új 20 éves korszakot hoz, most ott van májusig, aztán visszamegy a bakba,
De például, hogyha valakinek valamilyen bolygója van a jegynek, valamilyen jegynek a legelején, tehát mondjuk az első egy fokán, azt biztos, hogy ez a Plútó most megérintés. Ugye a Plútó az mindig mély változásokat hoz. Tehát lehet, hogy más ember nem érez belőle annyit, de akinek ott a legelején van, és akár 30, 60, 90, 120, 150 fokkal ez a Plútó elkapja, ő érezheti a személyes szinten, hogy neki gyökeres változások vannak az életében, de alapvetően ez egy olyan nagyjából kellemes hónap. Nagyon jó. Nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk. Illetve keressétek liszkajudit.hu címen a weboldaladat is, Jézus weboldalát, és ezen minden információt gyakorlatilag megtalálhattok minden asztrológiai tevékenységével kapcsolatban. Illetve okvetlenül figyelmetekbe ajánlom a következő műsorunkat, amely pedig a kínai asztrológia szerint fogja feldolgozni. Hát nagyjából ezt a hónapot, ott egy picit csúszással, ugye a sárkánynapon fókuszálni, remélem. Jó. Köszönjük szépen a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is. Köszönöm, hogy felkészültél, és megosztottad ezeket az információkat velünk. Kövessetek bennünket folyamatosan. Boldog napot! Sziasztok! A multidimenzionális ember. Tudatosságunk határainak kiterjesztése, energiaérzékelés, spirituális képességeink fejlesztése, a kvantumfizikán innen és túl, online kurzus.